fantasztikus, csodálatos, lenéz az Úr a mennyből, és gyönyörködik bennünk, gyönyörködik az övéiben, gyönyörködik abban, ahogy használjuk a kreativitásunkat, amit tőle kaptunk, gyönyörködik abban, hogy ő áll a középpontban, és ettől jó nekünk minden. Én szeretnék kisif is lenni most, hogyha lehetnék, de mivel nem lehetek, ezért nagyon örülök azoknak, akik viszont most élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy ehhez a csapathoz tartoznak. És persze minden bibliaköri csoport minden tanítójának nagyon nagy hála, tisztelet, szeretet, köszönjük a munkátokat, hálásak vagyunk mindazért, amit tesztek, ahogy a gyermekeinkkel foglalkoztok. Nagyon nagyra becsülünk benneteket, és köszönjük szépen. Abban is gyönyörködik az Úr, ahogyan próbáljuk megnézni ezen a mai délelőttön, ahogyan már említettem, sokféle nézőpontból, hogy mi az, amit ő tett értünk. Hát így nézzük, hogy mit ír maga az Isten igéje a karácsonyi csodáról. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Lukács evangélium a második fejezetét, az első verstől kezdve a 20. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk mindazért a csodáért, amit végeztél karácsony éjjelén. Urunk, engedj közelebb bennünket ehhez a csodához. Amen. Foglaljunk helyet. A karácsonyi történet minden részlete arról szól, hogy ismerd meg az Istent valójában.
Nem is olyan rég, amikor Izrael fiainak a történetét tanulmányoztuk, az Egyiptomból való kivonulástól egészen a honfoglalásig, beszéltünk ugyanerről. Isten, akitől az ember elszakadt réges-rég, azt szeretné, hogy ismerj meg olyannak, amilyen valójában vagyok. Hogy álljon helyre az a kép, ami végletesen széttört. Hogy álljon helyre rólam, mondja Isten, az a kép, ami eltörött már nagyon régen. A földi életünknek a fókuszában ez áll. Ez a lényeg. Hogy visszataláljunk Istenhez, és megismerjük őt olyannak, amilyen valójában. A karácsonyi történet minden részlete arról beszél, hogy ilyen az Isten. Hogyha azt akarod látni, hogy milyen az Isten valójában, akkor nézd, ilyen. A karácsonyi történet Isten személyiségéről és Isten erejéről szól. A hatalmas, mindenható, teremtő Isten egy picivel sem lesz kevesebb azon az első karácsony éjjelén. Semmivel nem lesz kisebb, semmivel sem kevésbé mindenható, semmivel sem kevésbé hatalmas vagy erős, mint amilyen a világ teremtésétől fogva. Hanem bemutatja nekünk, hogy ezt az erőt hogy használja ő arra, hogy megmentsen bennünket. Bemutatja, hogy Isten ereje valójában az ő szeretetében rejlik. És hogy nincsen hatalmasabb erő, ami változásokat tud hozni, mint az Isten szeretete. És ezek nem csak szép szavak. Ez nem valami olyan, amit ki lehet írni a Facebookra mottóként, hogy a leghatalmasabb erő a szeretet. Sokan dobálóznak ilyen kifejezésekkel, és nem is sejtik, hogy mi rejlik ennek a hátterében. Az a szeretet, ahogyan Isten szereti az embert, és minden erejét bele konvertálja ebbe a szeretetbe, az az, amivel azon dolgozik, hogy megmentse az embert. Ezt olvastuk. A jel pedig az lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei sereges sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek. A jel az lesz, hogy az Isten fia ott fekszik az állatok között egy istállóban, a hidegben, a jászolban, az állatetetőben. Ez a jel, amiről tudni fogjátok, kedves pásztorok, hogy jó helyen jártok. És amikor ezt az üzenetet elmondja az angyal, az egész mennyei sereg üdvrivalgásban tör ki. Nem arról beszél az angyal, hogy hatalmas pompával érkezik a király. Nem arról beszél, hogy most az Isten erős keze megment benneteket a római uralomtól. Nem arról beszél, hogy most jönnek a felszabadító seregek, mert az Isten erős és hatalmas, hanem azt mondja, hogy egy babát fogtok találni. Egy újszülött csecsemőt a legridegebb és zordabb körülmények között. És erre jön a mennyei seregeknek az üdvrivalgása. Miért? Azért, mert néznek a mennyben, Isten nyilván beszélt a mennyei seregeknek a tervéről, de amikor az angyalok, a tökéletes mennyei lények, akik bűntelenek, folyamatosan látják Istent, azt az életet élik, amit mi is szeretnénk. Ott nézik Istent, próbálnak bepillantást nyerni a tervébe, és amikor kimondja az angyal, hogy figyeljetek, az Isten ereje, az egész megmentő, szabadító hatalma ott van, abban a nyomorult jeruzsálemi istállóban, a jászolban, egy kisbabában, hát erre azt mondják az angyalok, hogy
Halleluja! Dicsőség a magasságban! Hát ezt nem hisszük el! Ezt nem bírjuk elképzelni! Ilyen a mi Istenünk! Oda küldi a fiát ezek közé! Tényleg ennyire szereti őket? Mindig arról beszél itt a mennyben, hogy mennyire szeretem ezeket az embereket. Ezeket a kis lázadó, eltévejedett, megnyomorodott kis lényeket. Annyira szeretem őket. Ezért szól az üdvrivalgás. Mert az angyalok értenek valamit abból, hogy mit tesz most az Isten értünk. Hogy az ő ereje nem lett kevesebb azzal, hogy emberré válik. Hanem ebből értjük meg azt, hogy milyen is Isten valójában. Testet ölt az Isten. Ilyenről máshol nem beszélnek. Ilyenről más vallásban, más filozófiai irányzatban nincsen szó. Hát ez annyira elképzelhetetlen, olyan fantasztikus, hogy mit jelent az, hogy a Teremtő Isten emberré válik, hogy egy lesz közülünk, hogy ez felfoghatatlan. Ugyanakkor be akarja mutatni neked meg nekem Isten, hogy milyen ő valójában. Hogy kicsoda ő valójában, és hogy szeret bennünket. Két kérdésre mutat rá karácsony éjszakája. A testet öltésnek a csodája. Bemutatja, hogy meddig megy el érted Isten, és bemutatja, hogy mikor nyúl utánad Isten. Ezt a két kérdést szeretném megválaszolni a mai délelőttön. Meddig megy el, érted, a te Istened? Ezt látjuk ott, a betlehemi istállóban. Ezt látjuk ott. Meddig megy el, érted, a te Istened? A falig. A végéig. A halálig. Nincs számára megállás, hogyha rólad van szó, és ezt szándékosan mondom egyes számban, ha rólad van szó, a te Istenednek nincs megállás. A te Istened nem fogja azt mondani, hogy oda már nem megyek el érted. Nem fogja azt mondani, hogy nekem ez már túl sok. Ha oda mész, én oda már nem megyek utánad. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az Isten szeretete irántunk. Ezt mondja a 103. Zsoltár. Hát ezt az utat járja be Jézus. Jön onnan, a mennyből, a tökéletes világból, az égből, ami megközelíthetetlenül magasan van a számunkra. És lejön egészen idáig, a tökéletlenségbe, a koszba, a porba, a nyomorba, és látszólag az utolsó senkivé válik. Érted? Ha bármikor felmerülne az a kérdés az életedben, ha bármikor valóságosan megfogalmazódna a fejedben az a kérdés, hogy ide, ahol most vagyok, ide biztosan nem jön utánam. Ezt már nem tudja megbocsátani. Ide már az Isten sem jön utánam. Amit én tettem, arra már nincs bocsánat. Ahová én jutottam, onnan már nincsen visszaút. Ha ez megfogalmazódna benned, akkor jusson eszedbe a betlehemi istálló a kis Jézussal, azzal az Istennel, aki azt mondja, hogy nincs megállás, hogyha rólad van szó. Elmegyek a legvégsőkig érted.
Én, a mindenható, a teremtő, visszafogom magamat, olyan emberi, törékeny teremtményé válok, akinek, hogyha nem fogod a nyakát, eltörik, akit, hogyha nem etetsz meg idejében, akkor éhezik, akit, hogyha nem itatsz meg idejében, akkor szomjazik, ha nem takargatsz be, nem tud gondoskodni magáról. Érted ezt? A mindenható Isten, a teremtő azt mondja, hogy gondoskodjatok rólam. Meddig megy el érted a te Istened? A legvégsőkig. Erről szól a karácsony. Nincsen számára akadály, nincsen számára lehetetlen, nincsen számára olyan, ami meggátolná abban, hogy elmenjen érted. Mert annyira szeretett téged. Mikor nyúl utánad a te Istened? Mindig. Mindig. Talán többet nem is kellene hozzátennem. Ha te akarod őt, keresed őt, akarsz vele találkozni, kiáltasz hozzá, akkor nem lesz olyan, amikor Isten azt mondaná, hogy figyelj, nem érdekelsz. Az, amit tettél, az, ahogyan élsz, az, amit csinálsz, én odáig már nem nyúlok le. Nem, mert ha már akkor vállalta érted, hogy emberré válik, amikor te meg én még gondolatban sem voltunk, akkor hogy ne nyúlna utánad mindig és folyamatosan. Ezt írja Pál apostol a római levélben. Isten azonban abban mutatta meg a szeretetét irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Mennyit tudtál Jézusról akkor, amikor megszületett? Hát nem sokat. Mennyit tudott rólad az Úr, amikor te megszülettél? Mindent. Na ez a különbség az ember meg az Isten között. Mindent tud rólunk. Eldöntötte akkor, amikor még nem volt biztos, hogy te ma itt fogsz ülni. Hogy érted, megéri. Érted, megéri ott hagyni a tökéletes világot, eljönni ide, éhezni, szomjazni, fázni, nyomorogni, és vállalni azt, hogy üssenek, verjenek, leköpjenek. Akkor, amikor még egyáltalán nem volt biztos az, hogy te majd egyszer úgy döntesz, hogy szeretni akarod őt. Na, miben áll akkor az Isten ereje? Úgy elgondolkoztam annak a szállásadónak a helyzetén, aki végül legalább az istállójába beengedte az éppen szülni készülő Máriát. Hogyha bekopogna hozzád egy nap egy elcsigázott férfi a feleségével, aki láthatóan szülési fájdalmaktól gyötört, lenne szíved azt mondani neki, hogy nem jöhetsz be? Izgalmas kérdés, nem? Hát mégiscsak egyáltalán kik ezek? Honnan jönnek? Össze fogja vérezni az ágyamat. Mit kezdek én? Egyáltalán a törvény lehetővé teszi ezt? Csomó-csomó kérdés. Te olyan simán beengednél valakit, hogy ott szüljön a nappalidban? Igen, első körben azt mondjuk, hogy természetesen egy kismamáról van szó. Nagyon bonyolult, nagyon nehéz kérdés. Nem volt számukra hely. Népszámlálás, rengeteg ember, megtelnek a fogadók, valószínűleg nem a leggazdagabbak közül való volt József, és Mária sem.
kiszorulnak. Úgy fogalmazza ezt meg János evangéliuma, hogy a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ez a leplezetlen igazság. Nem tudjuk, hogy ma te meg én mit csinálnánk, de mi, mint az emberiség, nem fogadtuk be. Ez azt jelenti, hogy te meg én nem fogadtuk be az Urat. A kérdés 2000 éve mindig ugyanaz. Tudsz-e hittel kapcsolódni Isten dolgaihoz? Tudsz-e hittel kapcsolódni? Képzeljétek el, hogyha ez a fogadós, szállásadó egy fokkal melegebb szívű. És azt mondja, hogy figyelj, igaz, hogy nektek ezért föl kell szabadítanom egy nagyobb bacska szobát, mert nem adhatok nektek egy lyukat. Igaz, hogy lehet, hogy ezért elveszítek némi pénzt, de hát mégiscsak van bennem annyi emberség. Mit nyert volna? Hát majdnem biztos vagyok benne, hogy Jézus halála után zarándok helyé vált volna az ő fogadója. Hát azt képzeljétek el, hogyha egy kicsi nyitottság van benne, és nem azt mondja, menjetek ahová akartok, jó lesz nektek az állatok között is. Akkor miután Jézusról lehetett tudni, hogy egy nagy hatalmú vándor, csoda rabbi. Még az, hogy az Isten fia, azt nem sokan gondolták, nem is sokan sejtették. De hogy egy nagy formátumú, hatalmas tanító, hát hányan keresték volna fel, mekkora marketing fogás lett volna az, ha a fogadós kiírhatja az ő fogadójára, elhelyezi oda a márvány táblát, tudjátok, ami minden házon itt van Debrecen belvárosában. Ezen a helyen született Jézus ekkor és ekkor. Ő meg nyilván nem tagadta volna le, hogy tényleg ott. Hogyan fogadod Isten dolgait? Hogyha már Krisztus követője vagy, hogyan fogadod, amikor Isten hitet vár tőled valamire? Azt mondja, hogy figyelj, ezt lehet, hogy nem tudod megmagyarázni. Lehet, hogy még nem érted, mi lesz ebből. Lehet, hogy most még csak a baba látszódik belőle, de később király lesz. Hogy fogadod az Isten dolgait, amikor azok még csak a láthatatlanban léteznek? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten, amikor teremt, akkor a láthatatlanból előhozza a láthatót. Ez nagyon érdekes. Ez azt jelenti, hogy Istennél a láthatatlanban előbb megvannak a dolgok. És van olyan, amikor azt mondja, hogy a ti hitetekre hozom elő a láthatatlanból a láthatót. Ha ez a fogadós mert volna arra gondolni, vagy legalább kérdezősködni, kik vagytok, ti miért jöttetek, miért pont most vagytok itt? Lehet, hogy Máriából kiszaladt volna két fájás között az, hogy ne kérdezz többet, a messiást hordom a szívem alatt. Ha egy pici nyitottság lett volna benne, lehet, hogy egész máshogy alakul ennek a fogadósnak az élete. Meddig megy el érted a te Istened? A legvégsőkig. Mikor nyúl utánad a te Istened? Mindig. Ezen a földön a halálod pillanatáig. Mindig. Az előbb azokhoz szóltam, akik már Krisztus követői. Most azokhoz, akik még nem. Akik még nem döntötték el, hogy biztosan igazak-e ezek a dolgok. Akik még nem mondták azt, hogy tényleg ez a király. Akik még lehet, hogy csak a babát látjátok. Isten térdre kényszerítő ereje az nem erőszakban nyilvánul meg. Nem erőfitoktatásban nyilvánul meg,
Isten azzal az erővel kényszerít térdre minden embert, akik lázadunk ellene, hogy bemutatkozik nekünk úgy, mint aki a végsőkig elmegy értünk, és mindent odaad értünk. Így mutatkozik be. Azt akarja, hogy így ismerjük meg őt. Ilyen a mi Istenünk. Ilyen a mi Istenünk valójában. Karácsony üzenete az, hogy Isten szeretete a mindent odaadó szeretet, és ebben áll az ő ereje. Ugyanaz az erő, amivel világokat teremt egyetlen szavával. Ugyanaz az erő, amivel egy népet szabadít ki a rabszolgasságból. Ugyanaz az erő, amivel megnyitja a vörös tengert, és szárazon mennek át rajta az emberek. Ugyanaz az erő, amivel a halálból feltámaszt embereket. És ugyanaz az erő ott van a megszületett Jézus Krisztusban. Mert azt akarja Isten, hogy így ismerjük meg. Karácsony arról szól, hogy nem kell félned vállalni az erőtlenségedet. Ezt szeretném még egyszer kihangosítani. Ebben a világban úgy tűnik, hogy az érvényesül, aki erős. És nem is mondom, hogy ne törekedj arra, hogy legyél erős. Legyél erős. Legyél szilárd. Tudd, hogy ki vagy. Legyél határozott, legyenek céljaid, ezek a célok származzanak Istentől. De tudod, karácsony üzenete az, hogy akkor tudsz valójában erős lenni, hogyha felismered és vállalod az erőtlenségedet. Hogyha felismered és vállalod azt, hogy te egy erőtlen teremtmény vagy, és az Isten tud erőssé tenni. Mert az Isten azért lett erőtlen kisbaba, hogy megváltson téged, és így erős lehess. Milyen erővel tudod kényszeríteni a gyerekedet, hogyha meg akarod, azt akarod, hogy valamit megcsináljon? Kamaszok szüleihez különösen érvényes ez a kérdés. Mivel tudod őt arra bírni, hogy megcsinálja azt, amit te akarsz? Megpofozod? Kizárod a házból? Elveszed a telefonját? Mind jó lehetőség egyébként. Igen. De hosszú távon mindegyik csak eszköznek bizonyul. Hosszú távon mindegyik erőtlen lesz, és nem ér célt vele. Isten és az ember kapcsolatát semmi nem példázza jobban, mint a kamasz gyerek és a szülő kapcsolata. A lázadó és a tekintély. És Isten azt mondja, hogy figyelj, a falig elmegyek érted, annyira szeretlek. Mindent megteszek érted. És mindig ott leszek neked, és mindig utánad nyúlok. És nem lesz olyan kérdés, hogy mikor, és nem lesz olyan kérdés, hogy meddig. Mert az Isten térdre kényszerítő szeretete, amivel a mai napig vonzza magához az embereket, az ott nyilvánul meg a megszületett názáreti Jézus Krisztusban. Hát ez karácsony üzenete. Nem kell neked mindig erősnek lenni. Tudnod kell, hogy ki vagy. Ember vagy. Teremtmény vagy. De emberként és teremtményként annyira szeret a te Istened,
hogy erőtlenné válik érted, hogy aztán erőssé tegyen téged. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy erőtlenné, gyengévé és sebezhetővé váltál értünk. Köszönjük, hogy ránk bíztad magadat, és ezzel lefegyverezzed minden nagyra vágyásunkat, minden gőgünket, büszkeségünket, vélt vagy valós erőnket és hatalmunkat. Lefegyverezel bennünket, Urunk, azzal a mindent odaadó szeretettel, ahogyan testet öltöttél Jézusban. És Urunk, mi csatlakozni akarunk azoknak a sokaságához, akik ezt megértették az elmúlt 2000 évben. Csatlakozni akarunk azokhoz, akik azt mondják, hogy leborulunk előtted, térdet hajtunk önként, szabad akaratunkból, nem akarunk erősek lenni, nem akarjuk vinni az életünk terhét a vállunkon, mert te vagy a király. Látni akarjuk a láthatatlant, hinni akarunk abban, amit te elő fogsz hozni a láthatatlanból. Szeretnénk hittel kapcsolódni hozzád, Urunk, és szeretnénk téged dicsőíteni, mint a királyt, aki vállaltad értünk az utat a mennytől a földig, a tökéletességből a tökéletlenségig, azért, mert szerettél bennünket. Urunk, segíts nekünk, hogy tanulni tudjuk tőled ezt a szeretetet, sugározni tudjuk és tovább tudjuk adni, hogy így hívjunk hozzád minden embert. Urunk, szeretnénk ezekben a napokban megnyugodni, megállni és szemlélni a te személyiségedet, a te csodádat, azt, aki te valójában vagy. Így áldj meg bennünket, kérünk. Amen.